én gratuláltam a játékosaimnak, hiszen ahogy mondtam az előbb is, hogy egy nagyon jó csapatot fogadtunk. Bizonyítja az, hogy ugyebár ebben a bajnokságban, a tavalyi érában is nagyon jó szerepeltek, tehát egy nagyon jó egybelévő csapat jött hozzánk. Tehát már a sorsolásnál egy kicsit nem volt kedvező, hiszen szerettünk volna minél tovább jutni a kupába, de én azt gondolom, hogy a srácok megtettek mindent annak érdekében, hogy tovább jussunk. Természetesen ennyi a különbség az NB1 és az NB2 között. Úgyhogy én mondom, még egyszer gratuláltam a fiúknak, ennyi volt ebben a mérkőzésben. Hát ugyebár a koncentráció is kell, tehát itt, amit az elején nagyon jól csináltak, és már fáradtak a fiúk, tehát hogy kijöttünk velük, és megpróbáltuk, hogy ne rúgjanak kapura és a blokkok. Itt viszont a végén nagyon jól elrúgta a labdát, és a lábak között bement, tehát itt is azért közelebb kellett volna lenni. Próbáltunk készülni a pontrugásokra, hiszen egy nagyon magas csapatról van szó, és hát sajnos azt is pontrugásból kaptuk az első gólt az 5. percbe, úgyhogy azok is úgy gondolom, hogy ilyen egyéni hibák, tehát ki volt osztva, hogy kinek kivel kell menni, ott a Valencsik Dávid lemaradt, tehát igen, ezért van itt ebbe az osztályban. Ugye 3 vereségünk volt a bajnokságban, és ez akkor sem volt a hozzáállása a probléma, hiszen a helyzet kihasználásokkal volt nagyon nagy problémáim. Azt gyakoroltuk egész héten, úgyhogy most van még egy hetünk, hogy fölkészüljünk erre a sorozatra, hiszen jön a Honvéd, megyünk Szombathelyre, és jön a Győr, tehát nagyon-nagyon meleg mérkőzések jönnek. Én csinálom a dolgomat, tehát nekem ami elő van írva, tehát nekünk itt az a hitvallásunk, ugyebár, hogy minél több fiatal játékosok kerüljen ide a Fradiból, és ez a fiatal játékos pedig minél több játék lehetőséget kapjon, és hát nyilván a mindenkori vezetőedző, a Ferencváros vezetőedzője fog eldönteni, hogy a játékosoknak van-e visszaút. Úgyhogy mi körülményekhez képest, hiszen azért mi anyagilag nem úgy állunk, mint a többi NB2-es klub, tehát azért az infrastruktúránk se olyan, mint a többieknek, tehát ott azért a 18-as mezőnyben szerintem ott a 15-től hátrafelé sorolhatnám az anyagilag mind a morális dolgokat is igazából, mert én azt gondolom, hogy mi becsülettel mindent megcsinálunk, de azért elszaladtak az indulatok is itt már a játékosoknak a fizetéseibe, ahol máshol megkapják, itt Soroksáron nem tudjuk megadni, de mondom még egyszer, mi azzal főzünk, amink van, megpróbáljuk a lehetőségek szerint mindent átadni a fiataloknak és azoknak a játékosoknak, akik itt vannak. Nyilván hát nagyon nehéz, mert ugyebár ha rövid a kis padod, akkor nagyon nehéz egy edzőnek nézegetni, hogy hol melegítenek a játékosok és kit cserélsz be. Tehát a minőség az nagyon hiányzik. Természetesen úgy sokkal könnyebb dolgozni, és azt várnám egyszerűen is az életben, hogy ha van 30 olyan játékosom, mint a Ferencvárosban, hogy bárkit berakhatsz, hogy azzal hogy tudnál dolgozni. De mondom még egyszer, nekünk ez a hitvallásunk, és hát ezt kell nekünk csinálni.